Hetedik éve van egy kis termelői piacunk, nem gondoltuk annak idején, amikor a semmiből indítottuk, hogy ez ennyi időt megér, de az emberek egy része hozzászokott ehhez, átmenő forgalom is megáll a piacosoknál, és így ismerkedtünk meg olyan termelőkkel, kézművesételt készítőkkel, akiket örömmel hívunk ilyenkor, és tavalyi évben volt egy ilyen ötletünk, hogy egy gasztropikniket csináljuk meg, egy zöld területen kellően feldíszítettük a területet esernyőkkel, kábeldobból készült utcabutorokkal, és ezt egy egyszeri alkalomnak gondoltuk, de az emberek kérték, hogy folytassuk, mert jó sikerült a tavai. Itt volt tavaly felvidékről a jövendőbeli testvértelepülésünk, egy 50 fős küldöttsége, idén is eljönnek hozzánk, és azt mondtuk, hogy akkor folytassuk, és szedjünk össze egy szép és tartalmas délutára való programot. Délután kettőkor kezdődnek már ezek az események. Mi lesz a pontos programsor? Kettőtől már a kézműves ételek és italok vásárlása és kóstolása indul, ehhez kedvezményes kóstolójegyet lehet a helyszínen váltani. Három órától a konyhafőnök szuperdöntő 2018-as győztese Nagy Eszter egy látványfőzést mutat be nekünk, és szép Bence, aki nem a komolyságáról híres, ő, ezt a látványfőzést kommunikálja, segíti, vidámmá teszi, 16 órakor a most már talán 4-5 éves múltra visszatekintő süti viadalunk indul, amire előzetesen egy recepttel lehet bejelentkezni, regisztrálni, és 16 órakor meg kell jelenni egy tálca sütivel. A legsikeresebb díjazásban részesült süti alkotóit pedig egyrészt meg szoktuk örvendeztetni azzal, hogy a következő évi falu a sütemények névvel és recepttel kerülnek, és fotóval, illetve most már két testvértelepülésünk is lesz szeptembertől, és az ő testvértelepülési találkozóikra is szívesen elvisszük a nyertes süteménykészítőket. Gyerekekre is gondoltunk, Handa a gyerekkoncert lesz, ők már egy karácsonyi koncerttel jártak nálunk, majd a kövesdi trambulinosoknak a bemutatója következik 18 órakor, és 19 órától LGT dalokat hallhatnak a Zodeon zenekar jóvoltából. Ők indítják el azt az este 8 órakor induló futásunkat, amit ez zöld futásnak neveztünk el. A zöld futásnak vannak előző évi előzményei. Két évvel ezelőtt egy színes futás volt, így augusztus 20-a alkalmából, amikor színes porral beszórták egymást a futók, mint a start, mint a rajtvonalnál. Tavaly pedig a Szőlőhegyen egy esti Szent István napi futást tartottunk. Idén jártam a Villányi Rozé-fesztiválon, és ott egy bulifutásnak elnevezett rozé futást is láttam, mindenki rózsaszínben volt, és különböző mókás jelmezekben. Szeretnénk ezt a kicsibe is, nem szégyen úgy gondolom a nagyoktól tanulni, tehát szeretnénk ezt kicsiben állunk is, egy zöld futásként idén megvalósítani 8 órától, mivel a zöld szívű falu szlogent használjuk és igyekszünk megfelelni, ezért is gondoltuk, hogy zöld futás legyen idén. Ugye erre a futásra, ha jól tudom, nem kell nevezési díjat fizetni, bárki, aki úgy gondolja, eljöhet és részt vehet rajta. Nem egy hosszú táv, tehát igazából bárki nyugodtan részt vehet, hiszen ez a három kilométer nem egy olyan túl nagy táv. 3 km a falun belül, részben a járda kerékpárúton, részben pedig mellékutcákon. Itt én úgy gondolom, hogy nem a táv és nem a futás a legfontosabb része ennek a dolognak, hanem tényleg egy bulis hangulatba, de mégis sportoljunk. És mivel sportról van szó, lesz egy közös bemelegítés is este 8 órakor, és utána indul a verseny a beérkezéskor, ha már zöldfutásról beszélünk, zöld feltenír is fröccsel, vagy az antialkoholistáknak és gyerekeknek kiviszörpel? kedveskedünk, és díjaznánk a legkreatívabb öltözékeket, és természetesen a legjobb futókat is. Lesz speakerünk is, tehát előtte ő már megszólítaná az érdekes jelmezbe érkezőket, vagy egyáltalán azokat, akik indulnak a futáson. Kíváncsian várjuk, és nagyon bízunk benne, hogy sikeres lesz. Az este éppen pedig még a már említett zenekar fog még egy kicsit zenélni, illetve ha jól tudom, egy tűzijátékkal is készültek. Igen, sőt, még a tűzijáték előtt Majsai Gábort is visszahívtuk a tavalyi itt után. Egy nagyon jó koncertet kaptunk tőle tavaly összel és sokaknak talán így, hogy Majsai Gábor nem ugrik be, de ha azt mondom, hogy öreg járgány szivatóval indul, akkor talán többen azt mondják, hogy igen, ez az a jó méhangú szinges magyar énekes. Ő is koncertezik egyet nálunk, és az ő koncertjének a végén indul a játék, ami tavaly is volt, és, és nagy sikere volt remélem idén is jó időben élvezhetjük ezt a tűzijátékot, és ha sikeresen lezajlott a tűzijáték, akkor az LGT dalokat játszó Odeon zenekarral még egy magyar retrobulit is tartanánk zárásként. Természetesen ez alatt az ételés, ital, vásárlás, kóstolás tovább tart lesznek kézműves söröseink, lesz borászatunk, sajtkészítőink, lángososunk, sütemények különböző verzióban, és még néhány kézműves termék. Úgy gondolom, mindez együtt már egy kellemes vasárnapi esthez délutánhoz elegendő lesz. Mindez tehát a második kövesdi gasztrópikniken, amit augusztus 18-án vasárnap tartanak meg, és ne feledjék, lesz 16 órától egy süti viadal, ahova lehet még készíteni a süteményeket, várják a szervezők, illetve 20 órától pedig a zöld futás kezdődik, amire továbbra is lehet jelentkezni. Ott a helyszínen is érdemes 3 km nem nagy táv, és nagyon kellemesen el tud várni az ember. Jól fog esni utána a kivi vagy a zöld fröccs. Fülöp Zoltán polgármesternek köszönöm szépen, hogy befáradt és megosztotta velünk ezt a remek programot. Köszönöm a lehetőséget, szeretettel várunk mindenkit zöld szívű falunkba.